Bugia Sándor a rendező, a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Mondom, hogy a rendező, de ez így kevés. A dokumentumfilm rendező. Igen. Az egy speciális, az egy másik műfaj egyfelől. Másrészt, hogy akkor el kell mondanom, mert így kerek, hogy az MMA tagja, levelező tagja, ha jól tudom. És az MMA készít, vagy az MMA segítségével készít ön és segítőtársai egy dokumentumfilm sorozatot, ami voltak éppen a magyar dokumentumfilm gyártás elfeledett, meg sztárolt darabjait mutatja fel. Ugye a Barcol filmről mindenki tud, mi is most itt, hogy leült velem szemben, erről kezdtünk el beszélgetni, de rengeteg olyan dokumentumfilm van, ami igazi érték, és alig került a közönség elé. Igazából önök dokumentumfilmesek mindet ismerik? Nem. Állítom, hogy nem. Én sok filmet csináltam, és soknak voltam a producere, rengeteget láttam, de hát messze nem merném azt állítani, hogy mindent láttam. Sőt, vannak bizonyos hiányok is, de hogy a közönség sokat nem látott, és a szakmán belüliek is sokat nem láttak, az egészen biztos. Dokumentumfilmes úgy lesz az ember, hogy más érdekli a világból, mint a játékfilmest? A valóságot akarja nagyon szorosan fogva megmutatni? Ez érdekes, mert én azt hiszem, hogy a történelmi folyamatokat a játékfilmek csak később követik. Tehát jóval később, amikor már megértek a dolgok, már gondolkodnak róla, az emberek visszamenőleg készülnek, a játékfilmek nem párhuzamosan a történelmi folyamatokkal, viszont a dokumentumfilm az egyetlen, ami közvetlen tud reagálni, és az emberek véleményét közvetlen tudja rögzíteni. Ez most itt egy nagy vállalkozás. 100 magyar dokumentumfilmet vetítenek le az Urániában, nem amúgy hebehurgya módon, hanem tematikusan összeállítva, egyes csokrokat fogva belőlük, ehhez készültek füzetek, itt kiterített az asztalra pár darabot. Hát ez egy ilyen másfél-két éves program lehet, ha jól olvasom. Igen, 2016-ban fog befejeződni. Már volt egy ilyen akció Sára Sándor ötletéből, 53 magyar játékfilmet játszottak le ugyanígy, filmklubszerűen, és ezután jött az ötlet, hogy akkor legyen 53 magyar dokumentumfilm. És amikor elkezdték összeállítani az 53-at, kiderült, hogy hát olyan keveset sikerül az 53-ba berakni, hogy legyen akkor 100. De szerintem akár 200 is lehetne azon az alapon, hogy milyen értékes dokumentumfilmek készültek az országban. Mi a legelső olyan dokumentumfilm, ami megmutatható állapotban? Ez igazából egy dokumentumjátékfilm. Höllerink készítette Hortobágy című filmet, Móricz Zsigmond egyik könyvéből. És ez annyiban dokumentum, hogy natúr szereplők vannak benne, de egyébként játékfilm. Az egész százas sorozatban lesz 10 ilyen film, amelyiket dokumentarista játékfilmnek hívunk, ahol vagy a szereplők, natúr szereplők, vagy azokkal a módszerekkel készül a film, ahogy egy dokumentumfilm készül, tehát kevésbé avatkozik be a kamera előtt történő dolgokba, hanem hagyja történni, például a szituáció alakítja majd a színészek, a szereplőknek a viselkedését. Tehát a Hortobágy mondjuk az a második világháború előtti első igazi kapaszkodó, hogy milyen volt a világ akkor, a filmhíradókon túl persze. Egyébként 36 után óriási szünet jön. Tehát voltak híradók, nagyon sokszor nem a valóságot tükröző híradók, de igazi dokumentumfilm az 50-es évek vége felé születik, és a 60-as évektől lendül föl. Ez mitől volt? A kimondhatatlanság a Rákosi korszakban, ez érthető. Valószínűleg. De hát a 60-as évek eleje sem, az 50-es évek vége sem a nyílt beszéd időszaka. Igazából hozzá kell tenni, hogy a technika sem érett még eléggé rá. Tehát elég nehézkes filmen külön hangfelvétellel utólag szinkronizálni, dokumentumfilmeket csinálni. Amikor nagyon meglendül a dokumentumfilm készítés, az már a videó korszaka, amikor csöndes kamerával hangot párhuzamosan rögzítve szinte észrevétlenül tudnak dolgozni, akkor nagyon sok készül. Hogyan készült a válogatás? Milyen tematikát választottak? Először az akadémikusok adtak le egy listát, mindenki saját elképzelése szerint, hogy mit tartanak ők jónak, fontosnak, hogy belekerüljön egy ilyen 53-as csomagba. Aztán egy bizottságot kértek föl, akik már szakértőként szóltak bele,
és bővítették ki 100-ra a listát, és bővítették volna még tovább is, de hát már nem volt lehetőség, nem lehet végtelen. Így is másfél évig tart majd a vetítés. És a szempont az volt, hogy lehetőleg minden, széles legyen a skála, mindenféle típusú filmből kerüljön be, és értéktelennek kerüljön be. Az első csomag Nehéz emberek címet kapott, és november 10-én kezdődik, és aztán hetente zajlik ez az Urániában, tehát ha valaki beírja a naptárjába, minden héten ugyanarra az időpontra beírhatja. Kovács András címadó filmje a Nehéz emberek, az egyik legismertebb dokumentumfilm. Nagyon, hát annak idején emlékszem, amikor azt frissen láttuk, nagyon meg voltunk lepődve, hogy ez egyáltalán elkészülhetett, és azután Kovács András jóval később készített még egy Nehéz emberek filmet, de az már nem volt annyira izgalmas, mert az már akkor készült, amikor hát már sokkal szabadabban lehetett beszélni a dolgokról. Szóval november 10-e Uránia, ezt ne felejtsék el, és utána mindig egy hétre rá a sorozat következő darabja, majd ott láthatják Kósa Ferenc híres Küldetés című filmét, az a Balcó film, amiről mi is beszéltünk itt már egy mondatot. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és szerintem ezügyben is, meg úgy egyáltalán is várjuk még ide. Köszönöm máskor is. Szépen. Néhány programot ezen túl is hadd ajánljak. Nézzék ma este 8-kor meg például a Trafóban a Tünet együttes előadását, az a címe, hogy Közhely. A darab egy olyan színpadi mix találkozásokról, rigolyákról, előítéletekről, sok minden belefér ebbe, vagy éppen megnézhetik az utóbbi évek egyik legnagyobb könyvsikeréből készült adaptációt. Erről beszéltünk fél mondattal Grecsó Krisztiánnal, mert ő az ő regényéből, a Mellettem elfér című regényből készült az előadás a Rózsavölgyi Szalonban. Ma este 8:30-kor láthatják.